A Budakeszi Egészségügyért díj 2024. évi egyik kitüntetettje Király Melinda, kardiológiai asszisztens. Helyesen mondtam a Igen, titulusokat? Igen, teljesen helyesen, köszönöm. Gratulálok az elismeréshez. Meglepte, számított rá? Nagyon meglepődtem. Akkor jöttünk haza Erdélyből a férjemmel és a fiammal, és nézem a Facebookot, pörgetem, és egyszer csak látom az arcképemet ott. Meglepődtem, néztem, miről van szó, mondtam a férjemnek, nézd meg, milyen kitüntetést kaptam. És nagyon örültem, felhívtam a TECA főnövért, és megbeszéltem vele, hogy történik ez az átadás, és vajon miért kaptam én. Talán jobban megérdemlik az idősebb orvosok, akiknek nagyobb a tapasztalatuk, meg az idősebb kollégák ezt a kitüntetést. Erre De gondolsz. Nagyon örültem, igen. Aha. Mivel lehet ezt elérni? Tehát mit mondtak, és hogy érzi, mivel érdemelte ki ezt a díjat? A méltatásnál TECA főnővér elmondta, hogy azért, mert nagyon betegközpontú hozzáállással foglalkozom a páciensekkel, szeretettel, kedvességgel. Hát úgy érzem, hogy ez nagyon fontos az egészségügyben azért, hogy bizalommal forduljunk a páciensek felé, hogy jobban el tudják magukat engedni, és el tudják mondani a betegségüket, problémáikat. Ez vagy megvan az emberben ez a készségképesség, vagy nincs, illetve mennyit lehet ezen fejleszteni? Tanulható, persze, olvasással. Kell olvasni, utána kell olvasni, kell járni kongresszusokra, hogy fejlődjél, hogy haladjál az orvostudomány, amivel a kardiológiai az egyik leggyorsabban fejlődő orvostudományág. Hogy lesz valaki kardiológiai asszisztens? Nyilván az egészségügyi érdekelte. Miért ezt a területet, szakterületet választotta, ha egyáltalán ön választott? Mert sok esetben valaki valahova kerül, aztán ott ki okosítja magát. Önnél hogy volt? Nekem így hozta az élet. A főnököm, dr. Póca Péter főorvos úr mondta, amikor voltam interjún, nagyon barátságosan, közvetlenül fogadott ő is, meg a jövendőbeli kollégák is. Azt mondta, hogy akkor én a kardiológiai rendelésen fogok tevékenykedni és dolgozni. Hát elfogadtam, és örültem is neki, hogy egy új kihívás. Addig hol dolgozott, milyen területen? Az első munkahelyem az egészségügyben, ahol gyakorlatoztam, az Erdélyben volt, Kolozsváron, két fogorvosi rendelőben is. Fogorvosi rendelő és szájsebészet volt, nagyon szerettem azt a szakmát is, mivel a végzettségem megengedte azt ott Romániában, Erdélyben úgy van, hogyha elvégzed ezt az egészségügyi végzettséget, akkor dolgozhatsz nagyon sok területen. Nem csak rendelőkben, nem csak kórházakban, betegágy mellett, hanem fogorvosi rendelőben is. És persze egy idő után, igen, és egy idő után tovább tudsz tanulni, és akkor tovább tudod fejleszteni magadat. De megvan ez az esély. Jó, és kardiológiára hogy kerültsz? Hát úgy kerültem, hogy munkát kerestem. A kedves kis szomszédasszonyom az Évi, a Valós Évi, aki itt dolgozik az egészségügyi központban. Ezúttal is köszönöm neki, hogy felajánlotta, hogy nézd, van egy szabad állás, és akkor gyere el egy interjúra. Felhívtam a Pétert főnököt, világ legjobb főnökét. Felhívtam, és mondta, hogy akkor gyere be másnap, aztán másnap az interjúra. Beszélgettünk, jó kis beszélgetés volt, még ilyen interjún, ahol ennyire jól éreztem magam, és közvetlenül, és nem izgultam, még nem voltam, úgyhogy már jól kezdődött az egész. Felteszem, egy fogorvosnál, szájsebészeten az emberek nem szeretik, hogy a szájukba turkáljanak, nagy fájdalommal jár, félnek. Viszont egy kardiológián meg a szívével azért az súlyosabb betegségekkel is fordulnak önökhöz. De hol könnyebb a betegekkel bánni, hogy ezt a rossz kifejezést használjam? Mindenhol könnyű bánni. Empátia kérdése, hogy hogyan áll hozzá az ápoló meg az orvos csapat a pácienshez. Mert akkor el tudja engedni magát, el tudja mondani a panaszait, és így tudunk segíteni. Hol és tudjuk követni ezt a beteg úton. Honnan hozta magával ezt az empátiát? Mert ez alapvetően egy készség. Te felteszem a családban, odafigyeltek egymásra. A családban, igen. Anyukám, apukám, testvérem, rokonság, igen. Akkor most már csak azt az egyszerű kérdést válaszolja meg, hogy miért az egészségügyet választotta,
az egészségügyben dolgozók, azért itt Magyarországon legalábbis, romániai helyzetet nem ismerem, de hogy alacsony megbecsültség, kevés fizetés, sok túlóra, szakemberhiány, tehát sok sebből vérzik a honi egészségügy. Ön Erdélyben mégis ezt a területet választotta. Miért? Mi motiválta? Szeretek az embereken segíteni, szeretek szocializálni, szeretem ezt a szakmát. Segíteni, ápolni őket, ha kell kórházba ágy mellett lenni. Mindent, ami az ápoláshoz tartozik, az úgy erőt ad, és azt látni, hogy a betegek mennyire hálásak, és mennyire boldogok, hogy segítünk az útjukon megtalálni a megfelelő kezelést, az erőt ad. Volt nehéz esete? Ugye tudjuk, hogy vannak rossz betegek, akik nem tartják be az utasításokat, fölöslegesen izgulnak, aggodalmaskodnak. Jó, értem. Igen. Hogyan tudja megnyitni őket? Vagy volt olyan esetleg, ami nem ment még önnek sem? Ha volt is, akkor tudtam, hogy hova forduljak és kitől kérjek segítséget. Ilyen az egyik segítség a főnököm, a Péter. Ilyen segítség az igazgatónő, a tünde, köszönöm. Ilyen segítség a főnővér, a Teca, aki mindig mindenben támogatott, és támogat továbbra is az egész csapatot. Ilyen segítség a Tóth Angela doktornő, akivel dolgozok, és aki segített ezen a pályán a kardiológiai asszisztensi iskolát elvégezni, mellettem volt végig támogatott. És köszönöm édesanyámnak, hogy itt lehetek, mert szokták mondani ezért. Igen, nagyon szépen köszönöm a családomnak, hogy mellettem vannak végig, és azt a sok szeretetet, amit kapok, hogy tovább tudjam adni a pácienseknek. Egy kérdést nem hagyhatok ki, melyik volt a legnagyobb sikerélménye a pályán, mondjuk konkrétan a kardiológiai asszisztensi munkájában? Az egyik páciensünk volt, aki pitvarfibrillációval jelentkezett, aztán végül kiderült, hogy pacemaker kell kapjon, végül tovább kellett vinni ezen a betegúton, és további vizsgálatokra volt szüksége. Ez egy nagyon nagy sikerélmény volt számomra, amit fel is tüntettem ebbe a portfólióba, és ezt mutattam be a vizsgán. De sokszor az önrábeszélésének volt köszönhető, hogy tovább haladt a beteg ezen az úton? A doktornő volt az, aki ott volt és rábeszélte. Ön kísérte. De én is persze, én is ugyanúgy kísértem, és támogattuk, és visszajár, és vizsgálatokat készítünk, meg labor vizsgálatokra megy állandóan. Szóval az a lényeg, hogy mindig a páciensek mellett álljunk, kövessük a beteg útjukat, elmenjenek különböző vizsgálatokra, szűrővizsgálatokra, és visszajöjjenek, feltétlenül vissza kell jöjjenek kontrollvizsgálatokra, azért, hogy tudjuk monitorizálni, hogy mennyire stagnál az állapota, vagy előre halad, hogy a gyógyszeres kezelésen lehessen változtatni, és tovább tudjuk küldeni beutalókkal további kivizsgálásokra. És ami még nagyon fontos, amit feltüntettem a portfólióba is, amiről szeretnék beszélni, ez a kardiológiai kongresszuson 2022-ben voltam a doktornővel, dr. Tóth Angela főorvosasszonnyal. Ezen a kardiológiai kongresszuson arról beszéltek, amit az asszisztenseknek tartottak, hogy reklámozzuk és mondjuk el a pácienseknek, hogy a kardiológiai betegségben van egy olyan segédeszköz, egy mankó, amit lehet használni online, hogyha nem értenek az online felületekhez, kérjenek segítséget a családtagoktól, mert feltétlenül a családtagok is kell segítsenek ebben a betegútban. Szívesen.hu a neve. Itt van ez a Szívesen Országos Betegegyesület oldal. Körülbelül 10-12 éve van jelen az online felületen, és ez pedig a Magyarország legnagyobb szívbetegek és családtagjaik segítő beteg szervezete. Fel lehet venni velük a kapcsolatot telefonon, fel lehet venni velük a kapcsolatot online. Beteg csoportjaik vannak, edukációk vannak, előadások, ahova el lehet vinni a családtagokat azért, hogy tudjanak segíteni, minél jobban a beteg mellett tudjanak lenni, hogy lelket tudjanak tartani benne.
betegszervezetek, szűrések vannak, kölcsönzések, gépkölcsönzések. Erre lehet ugye irányítani a figyelmét a reszturóknak. Engem, mint hipohonder, hogyan tudna megnyugtatni, hogyha valamilyen rossz tünetekkel idejönnék önhöz, izgulva, hogy úristen, mi lesz, holnap meghalok. Milyen szavakkal, vagy milyen gesztusokkal nyugtatja meg az illetőket? Először is foglaljó helyet, bemutatkozunk, így kezdődik egy rendelés, elkérem az adatait, bemutatkozunk egymásnak, és elmondom a vizsgálatnak a menetét, hogy miből áll ez a vizsgálat, mert hogyha már tudja a páciens, hogy mégis mire várjon ezen a vizsgálaton, akkor már ez egy fél nyeresség, akkor már megnyugszik. Elmondom, hogy mi következik, levetkőzik, bemegy az öltözőbe, ott nyugodtan levetkőzik, kijön, lefekszik az ágyra, mi a teendője, mi következik, EKG-t készítek, vérnyomás, szaturációmérés, utána jön a doktornő. Igen. Ha ön beteg? Hogyha én beteg vagyok? Igen. Jó beteg? Vagy... Én igen. én jó beteg vagyok. Jó. Ne legyen beteg, hosszú és jó egészségben töltött. Éveket kívánok, és még egyszer gratulálok az elismerésre. Nagyon szépen köszönöm.